2020. szeptember 27. napján vasárnap Karcag településen polgármester, valamint Karcag település 5-ös számú egyéni választókerületében települési önkormányzati képviselő időközi választásra kerül sor. Hírstúdiónk vendége Rózsa Sándor, jegyző. Mai vendégünk Rózsa Sándor, karcagvárosi jegyzője. Üdvözlöm, jegyző urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm a televízió nézőket, és köszönöm a meghívást. Augusztusban indult meg az a kampányidőszak, amely a szeptember 27-i időközi választást készíti elő. Mi ennek az időközi választásnak a háttere? Hát sajnos a város lakossága biztos, hogy a nagy többség, de talán mindenki tudja, hogy Dobos László polgármester úr elhunyt, és ezért időközi választást kell tartani. Mivel ő azon túl, hogy egy polgármester volt, egy választási körzetnek a képviselője is volt, így szeptember 27-én az időközi választás nem csak polgármester választás lesz, hanem képviselő választás is, az 5-ös, tehát a Holt körzetében. Kik a jelöltek? Polgármester jelölt Fidesz-KDNP közös jelöltjeként Szepesi Tibor, képviselő úr. A Munkáspártnak van jelöltje, Nagy József személyében, polgármesterként. Képviselőjelöltek a Fidesz-KDNP színeiben dr. Pintén Zoltán Árpád, Tóth Csaba és Bodnár Csaba. Bodnár Csaba független képviselőként, Tóth Csaba a Mi Hazánk mozgalom képviselőjeként, és a Munkáspártnak pedig Horváth Sándor Imre a jelöltje. Hogy fog zajlani a szavazás? Hány órától hány óráig, milyen okmányok megléte szükséges, hogy valaki érvényesen tudjon voksolni? Időságot nem fogok mondani azzal, hogy a szavazás, tehát maga a választási procedúra az ugyanúgy reggel 6 órától este 7-ig tart, tehát 19 óráig tart, mint ahogy már azt megszoktuk. Az 5-ös választó körzetben két szavazókörben, ott polgármestert és képviselőt is kell választani, a többi szavazókörben ott polgármester választásra kerül csak sor. Választani ugyanúgy kell, mint ahogy eddig megszoktuk, azzal a különbséggel, hogy a járványhelyzetre való figyelemmel, hiszen minden nap kapjuk az információkat és a szigorításokat, mint ahogy jelen pillanatban is, nem különleges dolog, azt hiszem már az sem, hogy a választópolgároknak védőmaszkban kell a szavazóhelyiségbe belépniük, tartani kell a 1,5 méteres távolságot, kézfertőtlenítésre lehetőséget kell biztosítani, mert meg is lesz minden szavazóhelyiségben. Ajánlásként még szerepel az, hogy mindenki hozza magával töltőtollat, a saját maga töltőtolládja, természetesen, ha véletlenül nincsen, akkor tudnak biztosítani a szavazatszámláló bizottságok, akiknek a tagjai a jegyzőkönyvezetővel együtt szintén maszkba kell végigülniük a szavazás napját. Az okmányok tekintetében se tudok újat mondani, hiszen azok az okmányok, amelyek eddig is a választásokon kellettek, azokat kell most is használni. Egyrészt ugye igazolnunk kell a személyazonosságunkat, a lakcímünket és a személyi számunkat, tehát a személyazonosító számunkat, ahogy hivatalosan hívjuk. Ezek különféle okmányokon szerepelhetnek. A magyar hatóság által kiállított plasztik kártyaszerű személyigazolvány, de tudom, meg hát mindenkinek, az idősebb embereknek még vannak olyan személyi okmányai, amik régi típusúak, tehát ilyen kis könyvecske, puha vagy keménylapú, ezekben némelyikben benne van még a személyi azonosító szám is, sőt a lakcím is, tehát ők ezekkel tudják igazolni ezeket az adatokat, de akinek az új plastikkártya típusú személyi azonosító igazolványa van, ahhoz kell a lakcímkártya, lakcímkártya hátulján ott van a személyi azonosítójel, tehát ezt lehet használni. És hát helyhatósági választás tekintetében külföldi állampolgároknak is van aktív választójoguk. Tehát az azt jelenti, hogy útlevéllel, illetve külföldi, de
EU állambeli, tehát az EU állampolgárokra vonatkozik, tehát nem az EU kívüli állampolgárokra. Tehát útlevélelés, külföldi hatóság, tehát a származási országok szerinti hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvánnyal is igazolhatják magukat, de természetesen nekik is szükségük van lakcímkártyára ahhoz, hogy szavazhassanak. Az unazánás követően mikorra várhatóak az elsődleges eredmények? Hát vélhetően, és mindenképpen, mivel ugye kevés szavazólap van, ezért sokkal gyorsabban fog ez lebonyolódni. Én azt hiszem, hogy olyan 9:30, este 9:30 magasságában már biztosan lesz eredmény. Jegyző úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én is köszönöm szépen a meghívást.